elkezdhetjük visszaoldani. Használjuk fel mondjuk ezt a darabot. Várj, azt már megnézem. Ebből lehetem. Egy Coca-Cola-s pohárba betesszük. És a főtt Coca-Cola-ból visszaoldjuk a normális Coca-Cola-t. Mondjuk, hogy szerintem már nem fog. Jó, már jó. Lehet, hogy csak akkor lehetett volna visszaoldani, nem pároljuk be teljesen. Mert így karamellizálódott benne a cukor, és ezt nem fog visszaoldódni már. Esetleg meggyorsítjuk a folyamatot a mikróba? Mhm. Az eléggé meg tudja gyorsítani az oldódási folyamatokat, ha kicsit megrángatják a hidrogén-oxigén kötéseknek a térszögét. A dihidrogén monoxidot? Az. A mikrónak úgy van beállítva a frekvenciája, hogy a vízmolekulában van ugye egy hidrogén-oxigén kötés, ilyen V-alakú molekula, és azt így megrángatja, azt az alakul át utána mozgási energiába, és végül is a molekulák mozgási energiájától függ a sebességük, és azt határozza meg, hogy milyen meleg a dolgat. Megnézzük egy kicsit, milyen lesz. Ott a Norci. Ebből lehet, hogy nem lehet újra kólát csinálni. Csak akkor, ha szirupig pároljuk. Ezt még nekem már túl hosszadalmas. Na mindegy, de inkább nem kóstolom meg. Biztos rosszabb van. Kb. Ugyanez a szar, csak... Nem szar, hanem... Na, akkor most kis szárított kóla. Akkor ennyi lett volna, köszi.